Grómon Andrásné vagyok, Manherz Mária. Vörösváron születtem 1928. január 23-án. Sajnos az édesapám 6 éves koromban meghalt 25 évesen. Az édesanyám nagyon nehezen nevelt bennünket, az öcsémmel volt egy 5 éves fiú testvérem, de a nagyszüleim, az anyai nagyszüleim sokat támogattak bennünket. Itt végeztem az állami elemi iskolát, de a nagypapám, mivel kitűnő tanuló voltam, azt mondta, hogy feltétlenül polgáriba be akar iratni. Az anyai nagyapám bányász volt, a Solymári Lipótakna, vagy nem tudom, hogy hívták, ott dolgozott. Oda vittük, amikor 24 órás volt az ebédet, az öcsémmel kosárba, gyalog Solymára. De nagyon jó ember volt, és nagyon sokat segítettek. Az a nagyanyám az szintén cselédlány volt, neki is korán meghalt az édesanyja, és nagyon nehéz körülmények között nevelkedett. Nekik 4 gyerekük volt. Egy ideig együtt laktunk nagybátyámmal. A végén hát mi maradtunk a nagyszülői házba. Családunk Bajorországból származik. Pártenstein városából, az Würzburg környékén van, és ez a Metzger család, a Manherz család pedig Szálemből. Otthon a családomban svábul beszéltünk gyerekkoromban, és sikerült is megőrizni a nyelvet a mai napig, aminek örülök. Sajnos a gyerekeimmel már nem annyira sikerült, mert ha nem értették, és már háromszor kérdezték, hogy mit mondtál, akkor inkább magyarul mondtam. De úgy azért nagyjából értik. Hát meg az is nagy baj volt később, ugye, hogy akkor hát már majdnem bűnnek számított, hogy svábul beszélünk, mert volt olyan, elhangzott olyan kijelentés, hogy magyar kenyeret eszünk, magyarul beszéljünk. És akkor az öltözék miatt is sok kritika volt, hogy ilyen meg olyan, és akkor kezdtek városiasan öltözködni. De annyira ragaszkodtak az ősi ruhához, a népviselethez, hogy elrendelték, hogy a halálukon a koporsóba azt adják rájuk, vagy legalábbis ebből temessék el. Ez is olyan szép gesztus volt. Akiket kitelepített, Vörösváron hála Istennek nem volt kitelepítés, az utolsó pillanatban már össze volt csomagolva minden, és nem lehet tudni, hogy miért, de valószínűleg a bánya miatt. Volt egy néni, a Gútrici néni, aki írt egy verset, vagy aminek dallamra is lehetett a kitelepítésről, hogy wir müssen fort von unserer Heimat. Und müssen gehen ins fremde Land. Das ist ja nicht unsere Heimat. Unsere Heimat ist in Ungarnland. Ja, és akkor a bányatelepiek mondták sokszor, hogy ők ugye leültek az árokra kártyázni, és azt mondták, jó, hát mert a sváboknak van szőlő, meg ez, meg disznóülés, meg mi. De hát mondták, hát ezek még a bánya után dolgoznak. És azért van. És ezek tényleg nagyon... Hát itt volt például az utcánkban a Sekrezsi bácsi, a fronton volt katona, és mikor hazajött a fogságból,
csontig bőrig lefogyva a lakásába, felvidéki telepesek voltak. Hát már ez is egy kitelepítés, akkor nem. És akkor a plébános ő sekrestés állást adott neki, hogy meg, és a fia önként ment magyar katonának, nehogy besorozzák a SS-be a németekhez, és hősi halált had. Hát ezek milyen nagy tettek. Úgyhogy de amellett, hogy sekrestés volt, ami szintén nehezebb volt régen, mert nem volt gépesítve minden, szőlője volt, fúvos zenekarban játszott, és kötöttek, mert nagyon sokan kötésből éltek, amikor megszűnt a bánya, ilyen kesztyűt meg zoknit kötöttek, mindenkinek volt ilyen kis kötőgépe, és nagyon sokan avval keresték a kenyerüket. A vallásosság, a hitélete, mert nekem életemben ez volt a legfontosabb, és az őseinktől örökölve, ugye, mert nekik, ők a mély hitüknek köszönhették, hogy azt a sok nehézséget át tudták hidalni, amiben részük volt. Hát nem volt ilyen fényűző a karácsony, mint most. Boroka fenyő volt a karácsonyfa. Örültünk, ha volt rajta egy-két alma, vagy körte, vagy valami. És hát együtt imádkozott a család, utána éjfélig vagy kártyáztak, vagy beszélgettek, akkor éjfélkor mindenki elment az éjféli misére. Ugye, mert régen bőjt volt a szenteste előtt, és borleves volt a vacsora, meg mákos guba, vagy hal, kirántott hal, krumpli salátával. Igen, ezek olyan szépek voltak, ezek az esték. Hát volt egy ilyen rendszer, hogy vasárnap húsleves, délbe paradicsom szósz a főtt húshoz, este volt sült hús, vagy kirántott hús. Kirántott hús nagyon ritkán volt, de hétfőn szerényebb volt, kedden megint húsleves és paradicsomszósz, vagy pedig teljes mártás, ilyen valami ilyen szószféle volt. Akkor hát pénteken természetesen bableves, esetleg közben gulyásleves, palacsintát sütöttek, grismarni, ez a császármorzsa. A férjemmel a vonaton ismerkedtünk meg, volt egy ilyen összeszokott társaság, iskolások is, meg akik dolgozni is jártak, és akkor énekeltek a vonaton, és a férjem harmonikázott, akkor, mert ő harmonikán játszott, és hát ez is egy szép emlék. Régen 36 kiskocsma volt, ahol nem részegeskedtek, de hanem beszélgettek, összejöttek. A tánc az olyan volt, hogy volt egy kultúrház, egy nagy táncterem, és a fiúk a söntésbe várakoztak, a lányokat, és akkor, mikor a tánc volt, a szülők bemehettek, és ott ülhettek, és nézhettek, élvezhették ők is, ami most szintén megszűnt, ugye. Ezek olyan, meg a szabadtéren volt tánc, a kiskocsmák udvarába, kertjébe, és akkor ott bárki oda jöhetett megnézni, végignézni. És az szépek voltak ezek a hófehér szoknyák, rakott szoknyák, ugye szépen harmonikában voltak vasalva. Engem annyira meghatott a nagyszüleimnek, hát az őseinknek az
élete, hogy annyira szorgalmasak, tiszták, becsületesek, vallásosak, minden jót el lehetett mondani, és hogy maradjon valami emlék. Elmentem a tanácselnökhöz, és kértem engedélyt, hogy szeretnék egy falumúzeumot létrehozni, hogy engedik-e, és mondta, hogy igen, szerezzek magamnak barátokat, mert egyedül nem. Hát megpróbáltam, sikerült egy pár jó barátot szerezni, és akkor még már sok minden összegyűlt ruházat, meg tárgyak, meg sok minden, akkor hát merült fel a kérdés, hogy egy épület kellene. És a KDNP-nek is tagja voltam, és ott valamelyik taggyűlésen elhangzott, hogy a Pálos Miklóstól kell valamilyen ügybe segítséget kérni, hogy fogtam magam, és mentem a Pálos Miklós államtitkárhoz, és mondtam, hogy én vittem dokumentumokat, fényképeket, hogy szeretnénk Vörösváron. De hát nincs pénz, lett volna ez az épület, amit aztán sikerült megvenni, de nincs pénzünk. És olyan rendes volt, hogy 300 ezer forintot adott, hogy béreljük addig azt a házat, amíg valahonnan tudunk szerezni pénzt. És akkor az akkori polgármester, a Boczem István, a Bonni Belügyminisztériummal tudott kapcsolatot teremteni, és ők megvette az önkormányzat a házat, de annyira romos volt, hogy azt mondták, arra már nincsen lehetőség, és akkor a Bonni Belügyminisztérium a teljes vételét kifizette az önkormányzatnak, visszaadták, és hát így sikerült aztán felújítani, renováltatni, és csak aztán később kiderült, hogy már mégis szűkös, mert nagyon sok anyag szerettünk volna, szomszédban lett volna egy ilyen stílusos ház, de ahhoz megint nem adtak pénzt. Hát nagyon sok bonyodalom volt, de hát megvan. Most meg az a nagy gond, hogy mi lesz vele. Ugye az öreg tagok kihaltak, meg lesz-e, aki olyan szívvel lélekkel, de hát reménykedünk. Mindenkit megkértem, hogy ha van, akkor hozzák, és akkor egyik átadta a másiknak, örültek, hogy el tudták hozni, és nem kell kidobni, nagyon szép szekrények vannak. A nagymamám szekrénye, ami diófából van, és egy szög sincs benne, úgy van összeszerelve, hogy nem kellett szögbe. És hát el lehet képzelni, hogy az hány éves már, és a lába elromlott, és sikerült egy fiatal barátot szerezni, aki megfaragta újból alá. És hát ugye, hát ez az én nagymamámé, meg az ágyuk is ott van, meg nagyon szép az ágy nemű, volt ugye a tiszta szoba, ahol ilyen csipkebetétes párnák voltak. Ezekről mind van fényképünk is, meg hát a valóságban is, az annak nagyon örülök. Amikor férjhez mentem, akkor azt mondtam, ha kis krumplit eszünk, sem megyek dolgozni, én a gyerekeimet én akarom nevelni. De hát nem kellett kis krumplit enni. A férjem mellékesen harmonikázott, és hát a mellékkeresetből tudtuk pótolni. Régen nem volt gyes, meg ilyen segítség. És amikor már a legkisebb gyerek is főiskolás volt, akkor itt a helyi rendelőintézetbe kaptam állást. Az is nagyon jó volt, mert napi 3 óra helyben volt, és hát amellett a háztartást is el tudtam végezni. És nagyon jó kapcsolatom volt a betegekkel, a gyerekekkel. Jó munkahely volt. 50-ben született az első gyerek.
mind a négyen a piarista iskolába jártak, ami akkor elég nagy vállalkozás volt. Szólt az igazgató az itteni, hogy gondolja meg, hát a férjének az állásába kerülhet. Mondtam, igazgató úr, én jobban hiszek az isteni gondviselésbe, mint az állami törvényekbe. És bebizonyos tanárnak nem nagyon vettek föl egyházi iskolából, és kettőnek is sikerült tanári pályát szereznie. A fiatalokra az a panasz, hogy nem érdekli őket. Azt mondják, ez akkor volt. De ugyanakkor van más vélemény is, hogy igenis érdeklődnek. Például az István fiam, aki tanár, a Facebookra föltesz ilyen gyűjteményből anyagot, és azt mondja, hogy azóta annyian nézik, és gratuláltak, mert hát írtam egy ilyen megköszönő szöveget, hogy mindenkinek köszönök minden segítséget, amit nyújtottak. Nem lehet azt mondani, hogy egyáltalán nem érdekli őket. Csak jó lenne, ha valaki jobban biztatná őket.